Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A napokban a nap és Szaturnusz bolygó együtt hat. A nap utalhat a kormányra, és Szaturnusz bolygó jelenti akkor a korlátozásokat. A nap szimbolizálja a te énedet, fellépésedet, sikeredet, kisugárzásodat. Szaturnusz bolygó ebben az esetben is korlátoz téged, lehet, hogy mások korlátoznak téged, vagy bizonytalan vagy, és emiatt nincs meg ez a kisugárzás. Szaturnusz bolygó viszont segít abban, hogy kiépüljön, kialakuljon valami az életedben. És most bepillantunk a kártyák világába. Megtekintjük a jövőt. Mi vagy ki emlékeztet téged a jövőt illetően, vagy az is lehet, hogy valaki gondol rád. Itt ezen a képen láthatunk egy orvost és egy hölgyet. Lehet, hogy valaki beteg a családban, a környezetedben, vagy azt is jelentheti, hogy téged érdekel ez a téma, ez a gyógyító erő. Itt látható, hogy meg lesz nálad a siker, az elismerés. Lehet, hogy jelen pillanatban ezt még nem érzed így, de valaki visszatér hozzád, közli veled, és megkapod az elismerést. Az is lehet, hogy valaki beteg volt, adtál egy jó tanácsot, és most jön a köszönet. Itt látható a szerencse, tehát ha valaki vagy valami visszatér a múltból, és megvan ez az emlék, ez a kapcsolat, az szerencsét hoz neked. Itt látható a hold, az jelenti azt, hogy te ezt megkapod, légy visszahúzódva, ez jön magától. Te jelenti a te álmaidat, vágyaidat, reményeidet, ott van mellette a szerencse, tehát ez megvalósítható. Itt a múltról van szó, itt lesz gyógyulás, vagy kapsz egy hírt, hogy valaki beteg volt, de javul a helyzet, hiszen itt van ez a siker, a remény, megkapod az elismerést, itt vannak az álmaid, ez beteljesül, hiszen itt van a szerencse hozzá. És most megtekintjük a jelent. Itt van egy idősebb hölgy, az lehet, hogy keresi a kapcsolatot veled, gondol rád, vagy meglátogat téged, az is lehet, hogy lesz egy meghívás, egy találkozás. Ez az idős hölgy jelenti a bölcsességet is. Egy férfi jelenik meg itt a környezetedben, aki nagyon szomorú, és felad mindent. Lehet, hogy szüksége van arra, hogy te segíts neki. Vagy ez az idősebb hölgy. Lehet, hogy szomorú az anyukája miatt. Itt ez a horgony jelenti azt, hogy keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz horgonyozni, nem csak te, hanem ez a férfi is. Ez a horgony jelentheti a munkát, a hivatást, tehát itt is vannak változások, vagy valami elszomorítja őt, ezt a férfit, a munkát illetően.
Itt lesznek beszélgetések, hiszen a madarak jelzik a kommunikációt. A kártyák mutatják a jelent. Itt megjelenik egy nagyon szomorú férfi, aki itt töpreng a munka miatt, az anyukája miatt, az is lehet, hogy elveszítette az anyukáját, elveszítette ezt a horgonyt, ezt a stabil talajt a lába alatt. Ő most magába fordul, de hamarosan keresi a kapcsolatot, és beszélni akar veled. Ez a horgony jelentheti a munkát, a hivatást, itt lesznek változások, és ez az idős hölgy lehet valaki, aki jó tanácsot ad neki, hiszen sugározza a bölcsességet. És most megtekintjük a jövőt. Itt is látható egy okos, bölcs férfi, tehát itt tudásról, tehetségről, vagy tovább tanulásról van szó. Itt látható, hogy valami úgy elszomorít téged, kell egy kis szünet, hogy kipihent magadat, és utána előre mennek az események. Ez az épület utal hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre, tehát erre számíthatsz, lehet, hogy nem nálad van ez a helyzet, hanem nála. És itt meg lesz a vidámság, egy új kezdet. Itt vannak hivatalos dolgok, itt szünetel valami, de utána előre mennek az események, és ez a gyermek utal itt megújulásukra, egy új kezdetre, és itt lesz egy okos döntés. Itt van a bölcsesség, tehát ne szomorítson el ez a helyzet, hiszen itt nyerni fogsz, vagy ő fog nyerni, és itt lesz egy új irány, egy új kezdet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!